Tisztelt törvényszék, köszönöm a szót. Sérteti képviselő kollégáim nagyon sok mindent elmondtak, amit én is el szerettem volna mondani, úgyhogy ezekkel a tisztelt törvényszék idejét nem szeretném húzni. Ezzel együtt azonban szeretnék néhány dologra rávilágítani. A törvényszék ítéletével vagy határozatával a vádlottak bűnösségéről fog ítéletet hirdetni, véleményt mondani. Meg fogja állapítani a felelősségüket, álláspontom szerint, és a büntetés is, ahogy ennek lennie kell, szükségesnek, elégségesnek és arányosnak fog bizonyulni, és én abban bízom, hogy igazságosnak is. Hermeszi kollégám első körben említette az igazságosságot, és azt gondolom, hogy ez sérteti képviselőként megengedhető még a büntető eljárás körében is. Közvetlen felelősség megállapítására természetesen alkalmas a büntető eljárás, ez a tárgyalás, és arra irányult, hogy a itt jelenlévő négy vádlott bűnössége vagy ártatlansága beigazolódjék. A bíróság azonban, a törvényszék azonban Magyarország nevében hozza meg az ítéletet, és ki kell térnie az ítéletében a közvetlen felelősség mellett a közvetett felelősségre is. Gondolok itt az ítéletben a tényállásra, azokra a pontokra, amelyek ezen bűncselekményekhez vezettek. Sértettük képviselő feladata természetesen a sértettek segítsége mellett az is, hogy a cselekmények sértetti oldaláról valamilyen képet nyújtson, a sértetti oldalt bemutassa. Én azt gondolom, hogy erre nem lehet vállalkozni. Olyan bűncselekmény járunk szembe, hogy soha nem történt Magyarországon, és nagyon bízom abban, hogy nem is fog megtörténni. Ilyen bűncselekmény sorozat, ahol, amit már sérteti képviselő kollégáim is említettek, férfiakat, nőket, gyermekeket gyilkolnak meg hidegvérrel, aljas módon. Azt gondolom, hogy minősíteni az én oldalamból nem kell. Ezek a tények, ezek a cselekmények önmagukért beszélnek. Nem is lehet azt a fájdalmat leírni, amit az áldozatoknak is, ugye különösen az áldozatok hozzátartoznak, okoztak. Én ezt meg sem kísérlem, mondom még egyszer, ezek a tények önmagukért beszélnek. A sérteti képviselő feladata az is, a háttér megvilágításával, hogy bizonyos kérdéseket tegyen fel, akár a tisztelt bíróság, akár a magyar társadalom, akár mindannyiunk felé. Annak érdekében mondom még egyszer, hogy egy ilyenfajta cselekmény, bűncselekmény soha ne történhessen meg, semmit sem pedig, hát úgy gondolok, akkor sem Magyarországon, sem pedig máshol. Ezek a kérdések, amelyekre szeretném a tisztelt bíróság figyelmét felhívni, elsősorban az, hogy milyen támogatottsága van, vagy milyen támogatottsága volt ezeknek a cselekményeknek. Mi beszélhetünk közvetett és közvetlen támogatásról. A közvetett támogatásról egy pár gondolattal később szeretnék szólni, a közvetlen támogatásról pedig tanult védő kollégáim már említést tettek, miszerint nem tudjuk, hogy a konkrét cselekmény sorozat hátterében mi állt, jelenleg milyen erők állnak, a konkrét cselekmények elkövetésében az elkövetőket kik és hogyan segítették. Itt természetesen, ahogy erre utalás is történt, komoly hiányosságokban szenved az ügy. A közvetett támogatásról pedig hát a bíróságon túl a társadalomnak kell választ adnia. Arra a kérdésre, hogy hogyan vezethettek ezek az okok odáig, hogy kifejezetten gyűlöletből, kifejezetten rasszista indítatásból, csak azért, mert valakinek más a bőrszíne, csak azért, mert én azt gondolom, hogy ő más csoporthoz tartozik, emiatt az életét vegyem, őket bármilyen módon sértsem, de mondom, itt a legsúlyosabb esetben megüljen.
A támogatottsághoz tartozik, a hallgatólagos támogatottsághoz legalábbis, az, hogy hogyan fogadták, és ami egyébként szintén már utalás történt, hogyan fogadták a hatóságok ezeket a cselekményeket. Külön kiemelést érdemel a Tatár-Szerb-Györgyi eset, amikor már azt gondolom, hogy a nyomozó szervek számára teljes mértékben nyilvánvaló volt, hogy egy sorozatra állunk szembe. Teljes mértékben nyilvánvaló volt, hogy a romák veszélyben vannak, és természetesen az is, hogy ez a bizonyos cselekmény ebbe a nagyon súlyos cselekmény sorozatba illeszkedik. Csak kérdés szintjén merül fel bennem, és nyilván nem tudom a választ, és a tisztelt törvényszék is csak megkísérelt ezekre választ adni. Hogyan lehetséges az, hogy a rendőrség, a nyomozóhatóság, a tűzoltóság így reagált, különösen erre az esetre, de az összes többi esetre? Hogyan lehetséges az, hogy a köztársasági elnök nem szólalt meg ebben az ügyben, illetve amikor megszólalt, az jelentős késedelemmel tette? Hogyan lehetséges, hogy a politika olyan állást foglalt el, ami állásmondom szerint teljes mértékben tarthatatlan? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása csak részben a tisztelt törvényszék feladata, hiszen csak a konkrét esetről, a konkrét esetből kiindulva a közvetlen körülményekről tud számot adni, de azt gondolom, hogy mindenféleképpen ezeknek a hiányosságoknak a létét a ítéleti tényállásban meg kell említeni. Én azt gondolom, ha már a közvetett támogatásra beszélünk, felmerül a nyomozati munka során a hanyagság mellett egy bizonyos szándékosság is. Bizonyos cselekményekről tudunk, amely közvetlenül a nyomozás megindításakor bekövetkeztek a helyszínés során, nyomok eltüntetése, füstmérgezés is még sorolhatnám. Én azt gondolom, hogy ez a hanyagság és a szándékosság mérlegén inkább a szándékosság felé gyűlő. Azt gondolom, hogy a általam feltett kérdésekre a tisztelt bíróságnak az ítéletében nagy részben választ kell adnia, és egyébként ez a feladata az ilyen fajta cselekményekkel való szembenézés a magyar társadalomnak is. Én azt gondolom, hogy a tisztelt bíróság ítélete ennek a kívánalomnak meg fog felelni, különös tekintettel arra a célra, hogy az ilyenfajta bűncselekmény soha többet nem fogjon. Köszönöm szépen!